Köszöntjük Önöket így a híradó után, és november van, egyre népszerűbb a száraz november kezdeményezés, úgyhogy erről beszélgetünk majd a következő percekben. De halállal is végződhet az, ha egy alkoholbeteg teljesen megvonja magától a szeszes italokat. Erre hívta fel a figyelmet Zaher Gábor. A hazánkban is egyre nagyobb divatnak tekinthető száraz november kapcsán pedig a fokozatosság elvét vallja a toxikológus. Mindjárt verekezdünk te, de előtte következne egy rövid összefoglaló. Nehogy abba hagyják az ivást, mert nagy baj lesz belőle. Ezzel a poszttal reagált a Facebookon Zaher Gábor a száraz november elnevezésű kampányra. A toxikológus inkább azt kéri az alkoholbetegektől, hogy kezdetben a harmadára, majd felére csökkentsék a megszokott adagjukat. Ezzel ugyanis elkerülhetőek az alkohol megvonással járó tünetegyüttesek. A száraz november kezdeményezése egyébként 3 éve indult el. A kihívás lényege, hogy a résztvevők egész hónapban nem isznak alkoholt. A szervezők azt szeretnék, hogy a szokás néphagyománnyá váljon, és az emberek megtanuljanak nemet mondani. Zaher Gábor korábban már megkongatta a vészharangot, 2016 elején ugyanis azt nyilatkozta, könnyen elképzelhető, hogy az alkoholisták száma az 1 milliót is túllépi majd Magyarországon. Zaher Gábor, toxikológus a vendégünk, doktor úr, jó reggelt! Jó reggelt. Szép jó reggelt! Tényleg veszélyes lehet-e az, és miben veszélyes? Tehát a testünkre milyen hatást gyakorol, hogyha valaki... Én nem tudom, hogy most ez csak az alkoholistákra vonatkozik-e, vagy pedig rendszeresen iszik és egyszerűen leáll. Én azt gondolom, hogy az alkoholbetegeknél maga az elhagyás, ha mondjuk még október 31-én 23 óra 59 perckor bedobta az utolsó 2 dekást, hogy akkor jó legyen, akkor már reggel 8-kor már van kis reszketés, kis izzadás, olyan délre már esetenként olyan furcsa konfabuláció érzés, délutánra kórházba kerül, alkoholmegvonás, delirium tremens, és mind a mai napig ennek a betegségnek a halálozása akár 5-8% is lehet. Nem beszélve arról, hogy azért, ha belegondolunk egy alkoholbetegnél, azért még számtalan egyéb más problémák vannak, helytelen táplálkozás, vérszegénység, máj problémák és itt erre ráadódik még az alkoholmegvonás, ez gyakorlatilag egy nem akarok én szatirikus lenni, de ez van olyan réteg, aki alkoholfüggő, és abban a bizonyos óra 59 percben azt mondja, hogy száraz november? Én azt gondolom, hogy nincs. Szerintem ők józanul pontosan belátták azt, hogy mondjuk nem iszik 8 órán keresztül, akkor megvonási tünete lesz. Nem jól érzi magát egész egyszerűen, és nem tudja az életműködését csinálni, viszont hogyha reggel mielőtt elmegy a melóba, itt mondjuk az Alkamáti téren ott a restibe, ott betolja gyorsan az első 2 csavaros kiflit. Még egyszer úgy haltam volna meg, hogy nem hallom még egyszer ezt a nevet, szerintem már nincs Alkamáti. Hát nincs persze, de most is ott jöttem el autóval, és valahogy nekem ez ugrott. És egyébként a... Hát ott azért voltak versenyzők, de ők általában már korábban elkezdik. Szóval azt gondolom, hogy az a részleg úgy nagyjából olyan 5:30 körül ébredés után izgatottan toporognak, és várják, hogy mikor nyit ki a restő, hogy tudjanak fogyasztani. Mert hogy Magyarország jól teljesít ebből a szempontból. Sajnos tudjuk. Ugye azt mondja, hogy tényleg a klasszikus alkoholistának, aki már nem tud anélkül működni, hogy minden nap inna, neki nem jó ez a száraz november. Abszolút. Viszont én ahogy olvasgatok, meg ahogy érzékelem, akik kitalálták ezt a száraz novembert, nem is rájuk gondoltak. Ők ugye azt mondják, hogy azoknak szeretnék, akik mondjuk heti rendszerességgel, hetente egyszer-kétszer azért isznak, és méghozzá azért, hogy egyáltalán kipróbálják, hogy bírnak-e egy hónapot alkohol nélkül, mert még ha meg is csinálják, vagy nagyon nehezen, az önmaguk számára információ, hogy lehet, hogy gond van, ha nagyon nehezen bírom már egy teljes hónapig. Igen, mert ezt pont meg tudja mutatni, hogy a határnak melyik oldalán helyezkedik el az illető, mert ha azt mondja, hogy jó, hát most akkor egy hónapig nem iszom, kész, és semmi, és ugyanúgy megy tovább az élete, akkor nincsen gond. De abban a pillanatban, hogyha úgy érzi, hogy este, fú, azt mondja, de jó lenne most egy kis izét rozé bedobni egy fél üveggel, mert attól jobban alszom, az már olyan határeset. Tehát ez lakmuszpapír igazából, ez a száraz november. Nem azért van, hogy kevesebb alkohol jusson a szervezetem, hanem hogy tudjam, hogy hol állok ezzel a problémával, vagy ezzel a kérdéssel. Így van, saját magát tudja tesztelni. Ettől még persze mondjuk fontos lehet az is, hogy ha én ezt tényleg ezt egy hónapot kibírtam, akkor miért ne bírjam ki a következőt? Ha már a december az egy veszélyes hónap ebből a szempontból. Ünnepel. Karácsony, szilveszter, és ott azért mindig előkerül valami, és nagyon sokan, akik egyáltalán nem is fogyasztanak alkoholt, úgy gondolják, hogy pont a szilveszter. Ez az érdekes, amit mond, mert ugye az alkoholfogyasztás az egy rétű, a másik pedig az én személyemben megtapasztaltam, de szerintem egyébként nincs ember, aki ne tapasztalta volna meg a kínálásnak a logikája. Tehát
ne sértsen meg. Jaj, igen. Hát egy felessel az igen, a kocsi elmegy, nem a jogsi vezet, úgyis maga vezet, mit így tudom van. Én még elvezetem azt. Tehát, hogy a kínálgatjuk egymást. És, tudod, és a gyerekeknél meg pont előjön ez a másik, amikor ugye a nagyfia kisebbiket bekéne, és akkor mi van öreg, nem merhet? Uh-huh. Szóval ez is a gyerekeknél olyan, és akkor... Mennyire jellemző nálunk ez a kínálás? Nagyon. Hát belépünk valahova, mit iszol? És általában nem egy buborékos üdítőit arra gondolnak ilyenkor, hanem hát valószínűleg valamilyen alkoholos történetben. Nem tudsz úgy elmenni, hogy ne a pálinka legyen az első. Hogy rögtön de annak van egy nagyon szép hagyománya, meg szerintem van egy, igen? Tehát az első hagyománya, vagy a köszöntése, de utána, amikor a nyolc, na ezt még lehúzok. Az már nem a hagyomány. Az már nem a hagyomány. Jó, az már nem nyilván. Javuló tendenciát mutat ez a, korábban nagyon sokat beszéltünk a romló tendenciáról, meg az alkoholizmusban elfoglalt világbajnoki vagy világbajnok közeli helyünkről. Hogy állunk most? Javuló? Picit javultak az utóbbi időben a mutatók, bár azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan rég megjelent felmérés alapján. Ugye pont a 15-16 éves korosztályból ugye a fiúk Európában elsők, a lányok pedig harmadikak az alkoholfogyasztás szempontjából, már mennyiségileg. És hát azért ugye ebbe a korban még nincs alkoholizmus. Az később fog valójában megjelenni, ilyenkor még csak ágyaznak az alkoholizmusnak. De hát ugye megjelentek a mondatok, amiket én is szoktam időnként hallani, a Beba Szerda, meg a Beba Szombat című történet. De ami... szerdán, mert... Hát már esetleg mert szerdán a szerdát még nem hallottam, mert szokták azt mondani, a péntektől már lehet, ugye, aki mondjuk hétköznap nem iszik, akkor erre elkezdték kitalálni a csütörtökre a kis pénteket, igen. Hogy már akkor is hát most már azért ha ez már átcsúszik szerdába, akkor gyakorlatilag persze, nincs szület. Az apropók azok azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindig megvannak, mindig meg lehet találni azt, hogy most sikerült a vizsga, jó lett az árthely, nem lett jó az árthely, nem sikerült a vizsga. De és az ellentétjét ugyanúgy föl lehet azt mondja, mondani, hogy alkalmat lehet mindig találni. Azt mondja meg nekem, hogy azt az embert alkoholistának tekinthetjük-e, aki mondjuk tényleg minden nap, de egy pohár minőségi vörösbort megiszik, soha nem többet, soha semmi baja nem lesz tőle, de ő, neki az a megszokás, hogy úgy fekszik le. Igen, alapvetően... Ez az őszinte kérdés. Ja, igen, egyébként most éppen nem tólam igen. Szó. Igen. Ez, ez azért egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert nagyon sokáig azt mondták, hogy egy pohár vörösbor, férfiaknak 3, nőknek 2 deciliter, hogy a tesőkülönbségből adódóan, érelmeszesedésgátló, stb. És ez mind így is van. Csak ezzel egyetlen egy baj van, hogy az egyik nagy folyóiratban megjelent egy vizsgálat, ami 1996-tól, úgyhogy ez már egy elég jelentős időintervallumot fölölel, több mint 150 országban nézte az alkoholfogyasztási szokásokat, betegségeket és így tovább. Magyarán szólva, mostanra ez egy picit megváltozott, mert azt mondjuk, hogy a null tolerancia lenne ebből a legjobb. Én tudom, hogy abszolút nem betartható, de tényleg attól még, hogy valaki megissza azt a napi egy pohár vörösborát, ettől ő elejhet 250 éves koráig, nyugodt lélekkel, biztos vagyok benne, de aki mondjuk a fél liter vodkáját megissza, ott az ennek a valószínűség sokkal kisebb. Doktor úr, iszik egyébként? Hát nagyon-nagyon ritkán, megmondom őszintén, és akkor is elsősorban nem Magyarországon. És ennek na, mi az oka? Tök egyszerű, mert Magyarországon bármikor megszólalt az ember telefonja. Hogy gyerem, aha, ide menjek, oda menjek, és egy, nem nagyon szerettem az alkohol, persze vannak üdítő kivételek, van egy-két jó minőségű sör. A csülökhöz jó a sör, igen, vagy egy jó fröccsöt utána meg inni. A steakhez jó a vörösbor. A vörösbor, így van. De amúgy megmondom őszintén, nem. Külföldön meg ugye ott úgyse tud az ember belenyúlni egy történetbe. De már akkor ott azért, mert szabadságon vagyok, nem kell másnap interjúkat adni, nem kell teljesíteni, szabadabba lehet. Nem fotózzák, nem mondom őszintén, én azért olyan mennyiséget nem hiszem, hogy mondjuk egy másnapi fotózásomban, hogy mondjuk ennél durvább ne legyen a fejem, mondjuk megmondom őszintén. Szóval ez így nem, de az, hogy mondjuk augusztusban voltunk a fiammal Írországban egy hétig, ez ilyen jó kis fiús program, és mondjuk, hogy ott naponta megittunk mondjuk 3-4 sört, ebből semmi gond nem volt. Szóval tényleg nem arról szól, hogy akkor egymást támogatva dülöngébe üvöltöttünk. Nekem az abszolút szám. Kedvencem az a kocsma volt, ahol az all you can eat, vagyis a befizetsz egy összeget, bármennyit ehetsz étteremnek a mintájára megcsinálták az all you can drink, tehát bármennyit ihatsz. Volt ott magyar turista? De a WC a csapóajtón kívül volt. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt vagy.